szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves táborlakót, ide látogató vendéget Nagykáló Harangodon, a 28. Téka Népművészeti Tábor nyitó rendezvényén. Én szeretném megkérni tisztelettel Oroszné dr. Nagy Matilda alpolgármester asszonyt, nyissa meg a 28. Téka Népművészeti Tábort. Szívből köszöntök minden kedves régi barátot, új táborlakót, zenészeket, foglalkozásvezetőket, a szervezőket és minden kedves érdeklődőt. Hát eljött ez a nap is, itt vagyunk újra együtt. Koltai Ricsinek és a hozzá csatlakozóknak a Facebookos visszaszámlálása erre a táborra már befejeződött. Én ugyan láttam... Láttam, hogy valaki már elkezdte számolni a következő táborig hátralévő napokat is, de azt mondom, hogy most inkább örüljünk annak, hogy együtt vagyunk, és ezt a szép hetet itt ismét eltölthetjük. Mint bizonyára tapasztalták, önkormányzatunk Anita javaslatára az idén különböző kedvezményekkel próbálta könnyebbé tenni az önök táborozását, bár az önkormányzat sincs túl rózsás anyagi helyzetben, de úgy gondoltuk, hogy valamivel viszonozni szeretnénk az önök hűségét, hogy kitartanak a táborunk mellett az idén is. Remélem, hogy ez a kedvezmény további vendégeket fog még a táborba hozni. Az idén is a már megszokott foglalkozásokkal találkozhatnak a táborunkban. Igyekszünk a színvonalat továbbra is megtartani, már ami a foglalkozásokat és az ellátást illeti. Az étkezőt sajnos nem sikerült felújítanunk, reméljük, hogy az eső az erőjelzések ellenére elkerül minket, de ha nem, akkor rutinosan összehúzódunk, mint eddig is. A nyertes csapaton ne változtass elve alapján mindenki maradt a régi, a vezetőség, foglalkozásvezetők, táncosok és a zenészek. Anitáéknak szeretném megköszönni és a segítőinek azt a munkát, amit itt látnak körben a táborban, hiszen nagyon szép rendezett minden, és az önök fogadására minden előkészülettel időben végeztek. A tábor ideje alatt is mindent el fognak követni azért, hogy önök nagyon jól érezzék magukat itt nálunk. Ezt kívánom én is tiszta szívemből. Érezzék jól magukat, jó munkát, jó pihenést kinek-kinek kedve szerint, és vigyék ismét jó hírét ennek a tábornak, hogy jövőre ismét ilyen sokan együtt lehessünk. Ezzel a 2012-es tékatábort megnyitom, kezdődjön a mulatság. Köszönöm szépen a polgármester asszony köszöntő szavait. Mielőtt én bemutatnám szokás szerint a foglalkozásvezetőket, táncoktatókat. Azelőtt engedjék meg, hogy hagyj köszöntsem Fodor Jánost és feleségét, Nagykálóváros díszpolgárát, illetve volt polgármester urat, akik minden évben itt vannak a nyitón, és én borzasztóan örülök, hogy idén is eljöttek és itt vannak, és várjuk a táborban a héten is őket. Mint ahogy a polgármester asszony elmondta, nem változott, némi változás azért történt a foglalkozás vezetőket illetően, ezért szeretném, hogyha fölállnának és be is mutatkoznának azoknak, akik még idén először látogattak el hozzánk a Harangodra, illetve azoknak is bemutatkoznának, akik már ismerik őket rendesen. Zelenáki Dezsőné, Ica néni fog gondoskodni a testi épségünkről, mind a mellett, hogy vigyáznunk kell magunkra és egymásra. A táncmesterek Antal Roland, Antal Dóra, akik román szilárdsági táncokat fognak tanítani. Balsi Csaba,
és kedves felesége fog idén oktatni. Ratkó Lujza sajnos más egyéb okok miatt nem tud az idén itt lenni személyesen velünk, lélekben velünk van, illetve azt a programfüzetet, amit megkaptatok, azt vele közösen együtt csináltuk, készítettük. Mahovics Tamás és Mahovicsné Ladányi Anita. Márton Attila és Márton Lászlóné. A Bürkőzzenekar, akik holnap érkeznek, és a Galga Zenekar szalonna vezetésével és az együttes tagjai. Illetve a Moldvai Zenekar Marciék vezetésével valahol biztosan itt vannak, kint vannak. És akkor a kézműves foglalkozás vezetők, agyagozás Béli Ági, Kovács László Zamak, bőrművesség Éber Tamás és társa János, csipkeverés Félegyházi Józsefné, csuhézás Bencsik Márta, fafaragás Tordai János és Molnár József, gyékényezés Kovács Tibor, gyöngyfűzés Blanár Katalin és Fehér Anna, kemencézés Sarkadiné Juhász Enikő és Perge Lajos, kosárkötés Forgács Júlia és Forgács Sándor, kovácsmesterség Vajda László, nemezelés Tucai Rita és Szabó Tibor, illetve a Jurta Café Szabó Tibor, szövés Vattai Jánosné Anikó néni. A néhány, tényleg csak két mondatban fogom elmondani azokat a fontos rendszabályokat, amiket muszáj lenne, hogy betartsunk annak érdekében, hogy rendjében és módjában menjenek a programok és zajlanak a programok itt a tábor területén. Az összes többit én nem fogom felsorolni, hiszen a programfüzetet, amit megkaptatok, az mindet tartalmazza. Még egyet, mielőtt elkezdem ezeket az óvó rendszabályokat elsorolni. A nagykálói SZATE szabadidő sportegyesületnek köszönhetően ott lenn a tóparton működik a vízibázis, a Kuki vízibázis, ezt mindenki ismeri már, hiszen a 25. Téka népművészeti tábor ideje alatt 25 oszlopot faragtatok meg közösen, és azóta is óvják, őrzik és rendben tartják ott a területet. Az ő jó voltukból minden délután igénybe lehet venni egy kajakot és egy kenut, ugye Laci, jól mondom, kettőt, és ingyen bérmentve a tábor lakói használhatják ezt az eszközt, tehát a vízisport szerelmesei is kiélhetik itt a szabadságuk ideje alatt a kedvenc időtöltésüket. Köszönjük szépen! Ami fontos, az, hogy ma a tábornyitóval megkezdődnek a programok, illetve holnap a kézműves foglalkozások. Kézműves foglalkozásokon csak azok vehetnek részt, akik az arra a napra, illetve a hétre szóló karszalaggal rendelkeznek. Tehát akik még ma nem rendezték a karszalag megvásárlását, vagy megváltását, azok kérem, hogy holnap reggel azzal kezdjenek és tegyék meg, mert holnaptól akkor életben lépnek a karszalag ellenőrzések. Illetve szeretném mondani, hogy van nappali jegy is, és éjszakai jegy is. A kollégák ezt el fogják mondani, illetve hozzám is lehet bátran jönni. Szerettük volna minél több féle belépőjegyet biztosítani, hogy mindenki a kedvére tudjon foglalkozásokon részt venni, és mindenkinek igényeihez alkalmazkodjon. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki vigyázzon az értékeire, ránk is vigyáznak majd a tavalyi őrzővédő szolgálat, a dominant security tagjai, tehát őket ismét lehet lesz látni a pólóba, a felirattal, illetve a két terepjáró autóval. Én azt mondom, hogy mindenki vigyázzon saját maga épségére, a társa épségére, bármi problémát, bármi olyan dolgot tapasztal, ami nem ideillik a táborba, azt kérem, hogy jelezzék. És én azt gondolom, hogy ha ezt a néhány rendszabályt betartjuk, akkor nagyobb probléma nem lehet. Tehát annyi feladata van mindenkinek, hogy nagyon jól érezzék magukat. Az információnál, a kapunál a kollégák készséggel állnak mindenki rendelkezésére, a foglalkozásvezetők is, úgyhogy én nem sorolom fel a szokásos rendszabályokat, óvóvédő szabályokat,
Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok, és külön kívánok nagyon jó szórakozást a Nagykáló testvértelepüléséről érkező borsi csoportnak. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat. És akkor kezdődik a tábornyitó műsor, ami ugye mindig más és másképp. Most pedig átadnám akkor a szót Márton Attilának, hisz a Bürkös Kamara együttes következik majd. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, igazság szerint minket ért a megtisztelő felkérés, hogy táncoljunk most önöknek nektek. Áll azért, mert nagyon sokan vagyunk, nem biztos, hogy onnan hátul is mindenki lát, sőt, ha lehetett két lép, egy bátor bejebb elkövni, tehát nem maradik senki. Köszönöm szépen, igazság szerint. Jó, tökéletes. Bürkös Kamarára együttesről csak annyit, hogy gondolom a bürkös még mindenkinek elég ismerős. Ugye van egy bürkös zenekar, akik sajnos most nem lehetnek itt. Pedig talán másokat az egy zenekar fogunk megkísérni, amit látnak, az az egy táncot, és úgy gondolom, hogy ebbe a csőrbe a táncról nem beszélni kell, hanem művelni. Hogy belé is
a terem közepére. Jó, gyertek! És akkor szépen fölvezetjük, ahogy szoktunk a...